Október 1-e az idősek napja, és 2010 előtt azonban azt gondolom, hogy az idősek is azt gondoljuk, hogy nem sok segítségre számíthattak, hiszen Gyurcsány Ferenc és a baloldal nem becsülte meg az időseket, hiszen elvették az egyhavi nyugdíjat. A nyugdíjak értékét is hagyták romlani, és a nyugdíjprémium eszükbe sem jutott. 2006-ban a Gyurcsány kormány megalakulása idején, valamint a Bajnai kormány alatt a nyugdíjak vásárló értéke több mint 7%-kal csökkent, mert a nyugdíjinflációt követő nyugdíjemelést sem valósították meg. Emlékezzünk arra is, hogy sorozatos megszorításokkal sújtották a nyugdíjasokat is, hiszen háromszorosára emelték a gázárát, valamint az áram árát is duplájára és az élelmiszerek áfáját is. A Fidesz-KDNP kormány óta törvény garantálja a nyugdíjak értékének megőrzését, és Magyarország történelmében először az elmúlt évben tavaly nyugdíjprémiumot fizettünk ki, amelyre idén is számíthatnak az idősek. Mi elkötelezetten hiszünk abban, és úgy gondoljuk, hogy az ország gazdasági teljesítményéhez az idősek is hozzájárulnak, ezért rendkívül fontos számunkra, hogy ebből a teljesítményből ők is részesüljenek, hiszen évtizedeket dolgoztak ezért az országért. Meg kell becsülni őket, meg kell becsülni az időseket.